Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd. A férfiak egyre inkább a munkahelyeiken vannak jelen, hiányoznak a családból és a társadalomból. De mi áll a férfiak kivonulásának hátterében, és hogyan vegyék újra a kezükbe a felelősséget? Ez itt a kérdés, tartsanak velünk! Érkezik hozzánk Kassai Lajos lovasíjász, aki szerint azt a tényt, hogy minden gyermektelen nőre jut egy gyermektelen férfi, ne tévesszük szem elől. Velünk lesz Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója, aki úgy látja, nem olyan világ lesz, amilyen technológiát, infrastruktúrát, gazdaságot építünk, hanem olyan, amilyen gyerekeket nevelünk. Az apa a családban olyan, mint a jó pásztor, aki szereti és ismeri a rábízottakat. Ezt már Terdik János görögkatolikus pap vallja. És itt lesz Jós István, az Én Akadémia alapítója, aki úgy látja, a boldog családhoz egy férfi és egy nő kell még akkor is, ha most éppen szerepcserében vannak. Egy régi török közmondás szerint a férfit és a harcost arról lehet megismerni, hogy akkor sem esik kétségbe, hogyha lenne rá oka. Na most azt nem tudom, hogy igaz-e ez a mondás, de az biztos, hogy igaz, hogy a férfiak fájdalmasan hiányoznak mai világunkból a nevelés sok színteréről. Látjuk az iskolákat, és látjuk a családokat is, amelyekből szintén hiányoznak a férfiak. Úgyhogy vendégeimmel most először megpróbáljuk megnézni, hogy mi a férfiak szerepe a nevelésben, és egyáltalán mi a férfi? El tudjuk ezt mondani? Mi a magyar férfi? Lehet, hogy most mindenki rám néz, mert vagyok a férfiak. Ugye, de én alapvetésként azt tudom erre mondani, hogy én a mai kultúránkból hozom ezeket a dolgokat, tehát nem magam találom ki, csak lefordítom a kultúránk nyelvét. És én azt fedeztem fel, hogy ha csak férfiak élnénk a világon, és az lenne a lényeg, hogy építsünk egy még nagyobb fűszámfütyörgőt, mert akkor nem lenne érdekes, hogy férfiak vagyunk-e vagy nem. Tehát férfiak csak a nőkhöz képes lehetünk. És az a kérdés, bármi, ami arról szól, hogy férfiként mit tehetünk a világhoz, az a kérdés, hogy mit tehetünk a nőkkel közös világhoz, mi különleges dolgot hozzá. És nyilván, hogyha ezt mondjuk tovább viszük, akkor a mi közös dolgunk, és a leges-leges legfontosabb dolgunk a világban az az életnek lehetőség szerint a nálunk magasabb rendűbb továbbadása, hogy legyen egy jobb világ utánunk, vagy legalább ne legyen rosszabb. És ezért szövetkezik férfi-nő, és nem a munkahelyi világ. Tehát a munkahelyeken, főleg a mai lebutított munkahelyeken nincs szükség férfiakra és nőkre, hanem ott mindenki egy alkatrész. Otthon az élet továbbadásában van erre szükség. És a férfiként való kiteljesedés is ebből az aspektusból nézve valóban azért óriási hiányosságokat meg sebeket szenvedett el, mert néhány generáció, de most azt mondhatjuk, hogy a férfiak 80%-a, aki ma él, vagy apa nélkül nőtt fel, vagy hiányos apa mintával nőtt fel, tehát volt apja, de nagyon keveset volt otthon, vagy kifejezetten rossz apa mintával. Hát körülbelül 80% hiányos, apa nélkül, hiányos apa mintával, vagy rossz apa mintával. És ami volt minta, az is inkább arról szólt, hogy a munkahelyen majd hogyan kell neked helytállni, és az egész iskolarendszer is a fiúkat arra neveli csak, hogy hogyan kell a munkahelyekre felkészülni. Tehát az, hogy hogyan álljon valaki a családja élére, és az élet továbbadásába hogyan álljon bele, ennek a mintája abszolút a városiasodással megszűnt. Amit mond a férfi és a nő kapcsolatról, az azért érdekes külön most nekem, mert nemrég hallottam egy előadást a Szent László legendáról, ami nagyjából arról szólt, hogy a Szent László legenda úgy is értelmezhető, hogy a férfi és a nő kapcsolataként próbáljuk nézni, hogy a férfi nem győzhet a nő nélkül. Ugye ráncsd le a kunt, lányom, és lerántja. Majd utána a nő vágja el a kunnak a véknyát, ugye az Achilleszinát, és így tud győzni Szent László, a Szent Király a kun fölött. Szóval ez egy érdekes megmutatása. A hátterünk is ugyanez bizony. Nagyon sokszor a lányok segítenek a fiúknak kiállni a próbákat, meg hihetetlen motivációt jelentenek, szóval igen, abszolút így van. De számomra nagyon fontos ebben, hogy hol kezdődik a férfi. Tehát, hogy beszélünk így a férfiről, a férfi hiányáról, a férfi működéséről a családban, meg a világban. De hogy mitől férfi kérdésre, szerintem nagyon fontos előbb onnan elindulni, hogy a férfi nem, a férfi egy kontinuum, a férfi nincs kész. Legalábbis mi nem ezt tapasztaljuk itt az elmúlt 10 évben dolgozunk, ugye sok férfival, hogy a férfi, ugye én is gondolom többnyire azt hittük 18 évesen, hogy mi akkor most így készen vagyunk. Hát akkor és, tehát körülbelül igen. Igen, és tudjuk, és akkor belevágtunk így az életbe. De a megfigyelés az az, hogy a férfinak evolúciója van.
És oda el kell jutni, hogy én férfi legyek, oda el kell jutni, hogy én a nő segítségét értékelni tudjam, oda el kell jutni, hogy én a nőt lássam, oda el kell jutni, hogy én magammal tisztában legyek egyáltalán, hogy én tudjam, hogy nekem mi a dolgom. Indulunk egy világban a mintáink mentén, valahogy beszervesülünk ebbe, és aztán mi azt látjuk, hogy a férfiak nagy része 30-40-es, 50-es éveire egy válságba jut, mert szembe jön a világ, és el kell gondolkodjon azon, hogy ki is ő és mit is akar igazán. Egyrészt, illetve ami ennek egy vonatkozása, hogy ki is az én társam, és milyen is kéne legyen a kapcsolatom az én társammal. Ez három nagyon eltérő korszak, ami megfigyelésünk szerint van. A tudatlan férfi kor, amit szeretünk titánnak is hívni, amikor az ember vakarogás, és azt hiszi, hogy tudja. Aztán van a tudatos férfi kor, amikor így visszavonulunk, lágyabb, nőiesebb energiák működnek, és aztán van a céltudatos férfi kor, amikor megtaláljuk az életünk második felére azt, hogy mi is a mi dolgunk. Fú, akkor ezeket most fontos szétválasztani. De akkor most a Szent László legendában egy lépésre tovább megyek, mert azt is hallottam ebben az előadásban, hogy tulajdonképpen a kún az a nő elrablója, de a tudatlan férfi. És a tudatos férfi az, aki tudja, hogy csak a nővel együtt mehet valamire. Hát sőt, a kún én vagyok. Tehát a kún a saját árnyékom. A kún a saját rettegésem, a kún az én bukásom, ami a legtöbb férfivel az élet közepe tájékán, ugye Jung beszél erről, hogy a lélek árnyéka. Uh-huh. És a válság az fejlődni, tovább lépni, szintet ugrani segít, de ehhez bukni kell a férfiak nagy részének először a karrierben, vagy a magánéletben, és úgy jutunk el oda, hogy férfi szülessék. Majd szívesen visszatérnek erre a dologra, de továbbadnám a szót, mert biztos, hogy én legyek. A mintákhoz tudok kapcsolódni, mind a kettőtök köz igazából, hogy ki is az igazi férfi, vagy mitől válunk, mert válni kell valamilyen szinten férfivá, születünk egy adottsággá, de azok a minták, amit látunk, akár saját apánk, édesapánk részénről, azért is tudom ezt mondani, mert bennem kettősség van abból a szempontból, hogy hamar elvesztettem édesapámat, tehát sokáig nem volt mintám, vagy egy darabig volt csak mintám, így fogalmaznám. De volt eszmény? Nem. De volt eszmény. Így van, ezt köszönöm szépen. De volt eszmény, ami azóta is bennem él. És azok amit tőle láttam, az mai napig is követendő példának, illetve majd tovább adandó példának veszem. Én, hogyha a Bibliából közelítem meg, akkor nekem a jó pásztor szimbóluma az legkedvesebb, ami az tud lenni igazán vezető, vagy az tud lenni igazán jó apa, akinek szintén vannak követhető példái, mintái. És ha a lovasi jászra ránéz valaki, akkor nyilván azt mondja, hogy hú, ez igazi férfi. Ja, hogy rólam van szó? Hát igen, természetesen. A férfira visszatérve, a véleményem szerint a férfi a teremtés által, a genetikai által egy nagyon meghatározott lény, de az, hogy a társadalomban hogyan viselkedik, mi az az attitűd, amit képvisel, ez egy szocializációs folyamat végeredménye. Mégpedig az a szocializációs folyamat, amit egy adott kor támaszt a férfival szembe, vagy egy adott kor támaszt a nővel szembe. Ugye most mi azért ülünk itt ennél az asztalnál, és beszélgetünk ezekről a dolgokról, mert azok a támasztékok, amik még a mi generációnkban működtek és jellemzőek voltak, azok jelenleg már nincsenek. És ha van egy erőfeszítés abba az irányba, hogy előszednek ilyen érett korban lévő férfiakat, akik mondjanak okos dolgokat erről a dologról, de Isten igazából ez mindig egy társadalmi konszenzus alapján jött létre, hogy mi az adott kornak az elvárása a férfival szemben. Tehát én teljes mértékig igazat adok itt a gendernek, ami azt mondja, hogy ezek a karakterek, ezek szerintük nyomás hatására, én azt gondolom inkább egy társadalmi konszenzus hatására jönnek létre, és mindig az adott kor meghatározó gondolkodás módja, hogy mennyire volt vallásos az ember, tehát a keresztény kultúrának volt egy nagyon erős hatása itt Európában, vagy az azt megelőző kultúráknak, de mindenképpen a kultúra, a gazdaság meghatározta azt, hogy mik az elvárások a férfival szemben, és mi az az attitűd, amit a férfinak képviselni kell. Én nagyon örülök, hogy a Lajos ezt felhoztad, mert a neked való válaszom is az lett volna, hogy én szerintem lehet tudni, hogy mikor kezdődik a férfi, az nem, hogy mikor fejeződik be. És az a szolgálata felvételének az időpontjába kezdődik. És a mi kultúránkban a férfivá válás útja soha nem ment le magától. Tehát egy fiú nem erősödött meg csak nyomás alatt. Tehát kifejezett, tudatos nyomás alá helyezéssel mind a két szülő, mind a férfi társadalom, mind a női elvárás olyan nyomás alá helyezte, ami megérlelte a fiút. És ennek a végcélja
amire nevelni kellett egy fiút, és ma is arra kellene nevelni egy fiút, az volt a végcélja, hogy első a család. Tehát a család élére, az élet továbbadására kellett nevelni, munkára nem kellett nevelni, mert munkára mindig muszáj volt dolgozni. Ma is muszáj, ha nem dolgozol, felkopik az állat, régen is muszáj volt dolgozni, tehát abba belenőttek. Nevelni olyasmire kellett valakit, ami neki egy önálló döntése kell legyen felnőtt korában, amikor megy hazafelé, akkor eszébe kell jutni, hogy milyen döntéseket hozzon, vagy milyen prioritásai legyenek az életben. Erre kellett nevelni, hogy majd, hogyha elengedik és egyedül van, akkor ő biztosan tudja, hogy mi a sarokpont. Na most ugye ez abszolút megszűnt létezni, és amit a Lajos mond, végső soron ugye volt egy alapvető konszenzus erre, hogy az élet továbbadásához, annak a minőségnek a képviseletéhez kell egy férfi, és az olyan kell legyen, aki egy nővel szövetségképes férfi például, de ma nincs ilyen, egyáltalán nincsen társadalmi célkitűzés erre. A sodródás viszi a munkahelyek irányába. A sodródás viszi a munkahelyi felkészülés irányába, a sodródás viszi arra fele, hogy a munkahelyeken úgy, ahogy mindenki el van, de mivel a családi létre való felkészítése a fiúknak mindig mesterséges, szándékos úton zajlott, és ez abszolút hiányzik, ezért ez a része nagyon hiányzik nekik, és itt kezdődik ez a vergődés, mert amit te mondasz, az egyfajta modern vergődés, amiben megpróbáljuk meglelni ezt a dolgot, és hihetetlen módon szenvedünk. De pont ez a lényeg szerintem, hogy abszolút egyetértek azzal, hogy a férfi a szolgálat felvételével kezdődik. Mikor van a szolgálat felvétel? Hogy megtalálja a küldetését, amit tényleg így a dolgának érez a teremtés. Tehát ez lehet 18 éves korban, de lehet 60 éves korban. Pont ezt vitatom én azt látom, hogy 18 évesen ritkán találjuk meg azt, hogy mivel is akarjuk a teremtést gazdagítani. Az esélyt megadhatjuk, de gyakorlatilag 0% a valószínűsége, vagy legyen 0,0001, hogy 18 évesen ezt. Ha meg is van esetleg, hogy én hegedűművész leszek a legjobb a világon, a motiváció még az, hogy én megmutatom, és nem az, hogy én szolgálok. És én ott látok egy kis elcsúszást kettőnk álláspontja között, hogy az én megfigyelésem, hogy a nevelés nagyon fontos az alapokhoz. A nevelés nagyon fontos, hogy a férfi elkezdje az életét, de aztán utána az élettel kell találkozni, mint a 300 című harcba, hogy kimegy a vadonba. És a vadvilággal valahogy neki ott birkóznia kell, boldogulni, vagy pofonverik, vagy tehát, hogy valami történik vele, és kell ez a harc, kell ez a birkózás az ismeretlennel, a félelmeimmel, a tudatlan, mindegy mivel, ahhoz, hogy a férfi megszülethessék. Tehát, de hogy önismeret nélkül nincs férfi? Hát önismeret nélkül tudatlan férfi van, aki a titán, aki arrogáns, nagyon büszke magára, lehet nagyon sikeres, lehet 3-4 gyereke hitele, de nem feltétlen férfi olyan értelemben, hogy nem feltétlen helyes a motivációja a tekintetben, hogy ő mit is csinál az életével. És ez az életszakaszunk szokott válságba jutni, mert tudatos férfi, a magát kereső férfi, a Dante isteni színjáték sűrű sötét erdejében arra ébredő férfi, hogy nem érti, hogy került ide. Mindene megvan, de mégse boldog, mi történt velem, ugye nagyon sok ilyet látunk. És aztán ennek a feloldása a céltudat. Férfi, aki megtalálja azt, ami az ő dolga. Bocsánat, itt van egy alapvetés, ami közöttünk ugye egy alapvető nézeteltérés. Ugye, tehát én azt gondolom, hogy a mi teljes kultúránkat az asztalra téve az látszik, hogy a férfinek az ügye, a szolgálata az nem a munkahelyi szolgálata. Mi, ugye valahogy ezt úgy kell elképzelni, hogy kell egy mindenek feletti cél, ami értelmet ad minden egyes átlagember életének. Tehát nem csak a királyoknak, a hadvezéreknek, meg a legnagyobb hegedűművészek életének legyen értelme, minden egyes átlagember azt kell érezze, hogy azt a vergődés, amit ő végigviszi az életében, az nem volt potyára. És az élet továbbadása az, ami mindenkinek a személyiség fejlődésének értelmet ad, a kínlódásainak, a betegségeiből való felállásnak, a veszteségek elviselésének, és hogy tovább tudom adni az életet. Tehát a szolgálat felvétele az a nővel kötött szövetségben az élet továbbadása. És minden ennek az eszköze, tehát ami ma a városban nagyon középpontban van, hogy munkahelyen kell dolgozni, mert jó, ha nem égsz ki a munkahelyen, az egyértelmű, hogy jó, ha örülsz annak, de az a pénz, amit megszerzel, az élet továbbadásának az eszköze, és az a kérdés, hogy abból a pénzből képes leszel-e jövő generációt építeni, értékeket építeni, mert minden pénzből alakítok át, egészséget építeni, barátságokat építeni, itt is rengeteg pénz, hogy legyen egy műsor, hogy minden pénzből csinálunk a városban, kivétel a Lajos, ugye, aki maga a realitásában él, mert ott elülteti a magot, és ki kell belőle a répa, és azt meg tudja elni, tehát de ez nekünk nincsen, előbb pénz kell. Na de ugye az is kérdés, hogy mennyi időt fordítunk ennek a megteremtésére, mert ha 8 órát, akkor maradt idő a többire, a szolgálatra. Ha 12 órát,
meg 14-et, akkor nem maradt idő a szolgálatban. Akkor elromlott az egész. Ha csak kicsit hadd vitatkozzak, rövid leszek, vagy igyekszem rövid lenni legalábbis. Tehát, hogy az abszolút egyetértek, hogy a szülőszerep, a szolgálat felvétel, olyan értem, hogy felelősséget vállalok már, és felelősséggel tartozom, egyetértünk. De ugyanakkor az én tapasztalatom, meg meglátásom, meg személyes élményem is, hogy valahol ez nem tud elég lenni egy férfinak. Tehát valahol minden férfi érzi, hogy most ez nagyon durván fog hangzani, de hogy bárki tud gyermeket csinálni, nyilván a lehető legjobban nevelni, én tudom a saját gyermekemet, de ugyanakkor a legtöbb férfinek van egy ilyen hívása, hogy neki a világhoz kell még hozzátenni valamit. Többet és mást is, mint hogy gyermekeket szül. Hanem valahogy a világ, nem ő szüli, gyermekeket nem sz. Tehát valahogy a világot előre vinni, az a férfi küldetése. Az én megfigyelésem és tapasztalatom szerint ebben valóban alapvetően eltérünk az Imrével. Meg kell találni azt, amivel én gazdagítani tudom a világot, és még egy ilyen lábjegyzetes mondat, csak még a bibliai történethez kapcsolódva, hogy az én megfigyelésem az, hogy a férfi történet, minden férfi történet tékozló fiú történet. Az elején a tudatlan tékozló fiú történet. Igen, tehát van az, hogy én elbukom. 30-40-50 évesen valahogy a legtöbb férfi elbukik, minimum úgy, hogy boldogtalan. És ott munkát kell abba tenni, hogy mi is történik, és úgy tud kijönni a másik oldalon abba, hogy céltudatos, boldog férfi legyen. Abban, amit ön az előbb mondott arról, hogy az adott kor határozza meg, hogy a férfi szemben milyen követelmények vannak, abban nincs benne az, hogy van egy állandóság a férfinál. Tehát nem tudunk olyan mondani, hogy van a férfinak valami olyan, mondjuk úgy, hogy szakrális szerepe a családban, hogy ő a tengely, mondjuk ezt pszichológusok talán így szokták megfogalmazni. Legyünk óvatosak, amikor ilyen ex-katedra kijelentéseket teszünk, ugyanis az általunk nagyra becsült férfi tulajdonságok mindegyike szerzett tulajdonság. Tehát ami a mi generációnk, illetve amiről mi beszélünk, mi szerzett tulajdonságról beszélünk. Hát van egy genetikailag meghatározott program, ami szerint van a férfi és van a nő, van a teremtés, és jó esetben a társadalom ezekre támaszkodik. Rossz esetben nem használja ezeket a támasztékokat, és ezektől a támasztékoktól nagyon el tud térni. De a dolognak a lényege az, hogy ezt a predesztinációt, ami a férfi és a nő, egy társadalom mennyire tudja kiaknázni, mennyire tud erre támaszkodni. Most mi történt? Tehát egy folyamatot kell nekünk szemléltetni, és hogyha a folyamatot nem látjuk, akkor nem fogjuk megérteni azt a pillanatfelvételt, amiben most itt a világ tart. A 20. századtól a háborúk a gyárak háborúivá váltak. És ez ma is így van. Nem a katonák harcolnak, hanem a gyárak. Azok a hadipari létesítmények, akik többet, jobbat tudnak legyártani egy adott fegyverből. Ez az első világháborúnál robbant. A férfiak katonák voltak, és a nőket behívták a gyárakba dolgozni. Óriási változást és óriási forradalmat indított be. Az, hogy a nő megjelent a gyárakban, a nő önálló keresettel rendelkezett, méghozzá nagyon jó keresettel rendelkezett, és Angliában ez olyan folyamatokat indított el, amit már aztán nem tudtak leállítani, mert ugye addig a család fő volt, a család fenntartó volt, tehát a férfi volt az, aki keresett vagy többet keresett, de a hadiparnak köszönhetően ez a nagy lökés hullám, ez onnét indult el, ami aztán folyamatosan tart a világba. De akkor jelenik meg az önálló tömegében, és ezt hangsúlyozom, tömegében az önálló keresettel rendelkező nő. Vagyis megjelenik az, hogy itt két egyenértékű partnerről van szó, én is családfenntartó tudok lenni, a feleségem is családfenntartó tud lenni, és az addig működő szerepek felborultak. Azóta gyakorlatilag leléptünk a stégen, de a csónakon még nem tudtunk úgy megtámaszkodni, hogy a stabil legyen. A jelenlegi problémát az jelenti, hogy ezek a nemi szerepek, ezek nem stabilizálódtak, hanem még mindig keresik a helyüket, de ennek talán a kiinduló pontja az első világháború, és ez a fajta tömegtermelés, amiben kényszerből bevitték a nőket. Azt tapasztaljuk közben, azért érdekes, igen? Amit a Lajos mond, mert végső soron ez egy új dolog, azért nem tudjuk, a csónak azért billeg, mert az sem ősi kód egyáltalán, hogy a férfi tartotta el a családot, ilyen nem volt. Ugye, tehát az elmúlt 10 000 éves civilizációnkból mondjuk 9800 évig
a kettejük közös munkája tartott el a családot, mert az egyik a házon belül dolgozott rengeteget, a másik a házon kívül, és összeadtak mindent, és ki voltak egymásnak abszolút szolgáltatva. Sőt, tehát a pusztai népeknél talán még a harcban is volt minden, bizonyos egyenlőség. Igen. És az elmúlt 200 év az, ami a városiasodás kapcsán, ugye, úgy toborozták a vidéki családokat be a gyárakba annak idején, hogy gyertek be a városba, és elég lesz a férfi bére nektek, mert a nő legalább otthon tud maradni a gyereken, hanem nem mentek volna be a városba dolgozni. És a férfi, aki bement a gyárba dolgozni, az azt hitte, hogy ő bevezeti a népét, ugye, mint átvezeti a Vörös tengeren, mint Mózes, ugye, hogy végre beérkeztünk a városba. És csak egy darabig volt az, hogy ő egyedül keresett pénzt, és az elég volt a családnak, majd a nőket is bevitték a munkaerőpiacra, és egy verseny kezdődött, hogy kinél van a pénz. Mert a pénznek vagyunk kiszolgáltatva, minden pénzből csinálunk, és ez olyan friss ez a folyamat, hogy azóta is tart az egymásnak ugrasztás, és billeg a csónak, de a 10 000 évből ez 200 éves, és azon belül is mondjuk a mi kultúránkban mondjuk 50-60 éves, tehát itt még azért a 50-es, 60-as években a javarésze az embereknek, az én nagyszüleim még olyan erdélyi faluban laktak, ahol ott éltek, ott születtek, ott haltak meg, soha nem mentek ki, abszolút meg volt az ősi férfi-női együttműködés. Jó, de akkor miért van az, hogy a családokban, amikor hiányzik az apa, egyébként ha hiányzik az anya is, akkor hiányzik a gyermeknevelésnek egy része. Szóval mit ad hozzá az apa ehhez a gyermekneveléshez? Az anyákat most hagyjuk, azt mondjuk egy másik műsorban beszéljük meg. Az apa mit tud hozzáadni ehhez a gyerekneveléshez, és miért veszük észre egy gyermeknél, hogyha az apja hiányzott a nevelésből? Hát a kiegészítéshez tudok kapcsolódni is, hogy egymást kiegészíteni, meg egységben látni, mert ahhoz még annyit tennék hozzá, amikor a tékozó fő elmegy, és mindannyian tékozlók vagyunk, hogy viszont van hova haza mennie. Uh-huh. És tudja, hogy ki várja, és azt is tudja, hogy várják otthon. Uh-huh. És azt is tudja, hogy nem egyedül várja otthon az apja, hanem várja otthon a testvére, meg az a közösség, akit ott hagyott. Tehát, és ugyanígy van a gyermeknél is, hogy ha valamelyik hiányzik, akkor valami mégiscsak föllép az a hiány. Ahogyan fogalmazzuk, hogy az egyik azt a fajta biztonságot adja meg, ami az otthon melegség, ugye az anyáról, ha beszélünk, az apának meg azt a fajta kilépést, amikor feldobja a gyereket és elkapja a gyereket, tehát hogy a gyerek örül neki, anya meg ha látja, akkor a homlokát csapkodja, hogy mi történik. De ez is biztonság, csak másféle biztonság, a külső világ biztonsága? Az is, igen, hogy merjünk elrugaszkodni, de mert van hova visszatérni. Talán még ahhoz teljesen kapcsolódik is, amit te mondtál István, hogy merjünk elmenni, mert van hova hazajönni. A tékozófia azért mert elmenni, mert volt hova hazajönni. Igen. És azért mert hazajönni, mert tudta, hogy mi várja. És ugye az a nagyon nehéz, hogy ez két ellentétes szerep. Tehát ez két külön ember kell. Tehát nagyon nehéz egy időben lenni a feltétlen és elfogadó és korlátlan és határtalan szeretet, ugye ami inkább az anyai szerep, és ez a bátorító, biztató, elismerést adó, de azért ösztönző szeretet, amit ugye az apa így lögdös kifelé a világban. Én ehhez hozzászólnék, tehát nem tudom szétszedni a társadalmat és a családot. Tehát ugye az a kérdés, hogy most mit ad az apa és mit, tehát társadalmi modellt ad. Tehát alapvetően van egy társadalmi struktúra, van egy társadalmi modell, ami gyakorlatilag ennek a szövetnek, ennek az óriási szervezetnek, ami a társadalom, a sejtje, a család. Tehát mit ad át az apa? Hát az apa a férfi mintát adja át. Mit ad át az anya? Az anya a női mintát adja át, jó esetben. De ez nem leválasztható, tehát akkor ha nincs egyfajta társadalmi konszenzus, nincs meghatározva az, hogy egy férfinak mi lenne a szerepe egy adott társadalomba, vagy egy nőnek mi lenne a szerepe egy adott társadalomba, akkor megszűnik a minta átadása. Tehát az én generációm nagyon egyszerű helyzetben volt, mert az én nagyapám katona volt, apám katona volt, én katona voltam, tehát volt az életnek egy menete. Tehát mindenki tudta, hogy ezen egyszer át kell lesni. És ahogy a mi generációnk 20-21 éves korára leszerelt, mint katona, 22-23 éves korára már házas ember volt és gyereke volt. Tehát volt egy ritmusa ennek az életnek, de ezt nem mi találtuk ki. Tehát ezt nem Kassai Lajos találta ki, hogy ő elmegy katonának, megnősül, hanem maga ezt a társadalom hozta. És attól a pillanattól kezdve, hogy a társadalom és a család egyfajta fúzióban van,
A mai világnak a problémája az, hogy nincs együttműködés, tehát hullan, atomi, tehát arról beszélünk folyamatosan, hogy atomizálódik a társadalom. Mit jelent ez? Hát ezt jelenti, hogy nincs konszenzus, nincs együttműködés, nem építkezünk. A sejt nem kompatibilis a szövettel, a rendszerrel. És keressük azokat a pontokat, amik képesek valami fajta útmutatást adni. De ezért egy picit gondoljunk abba bele, hogy esetleg nézik ezt a műsort, és mi felelősséggel tartozunk azokkal szemben, akik bennünket hallgatnak. Uram, bocsánat, van a fiatal generáció, nehéz helyzetben vagyunk, uraim. Tehát igazából én tudok példát mutatni. Elmondom, hogy kinek. Én egy tanyán élek. 1 kilométerre van a legközelebbi ember. Mi a feleségemmel gyakorlatilag a nagyszüleink életmódját élük, éljük egy szinte önállátó gazdaságban van, a teljes egymásra utaltságban, az én feleségem a bent, én a kint vagyok, én a durva fizikai munkát végzem a bent, gyakorlatilag miután én egy mondhatom azt, hogy egy archaikus környezetben létezem, mint egy archaikus családmodellben tudok létezni. Lehet ez egy példa? Lehet azok számára, akik hasonló környezetben élnek. De ha mi beköltöznénk a faluba, ez a modell már borulna. És hogyha bejönnénk a városba, én már nem tudnék ugyanerről a dologról beszélni. Tehát nagyon fontos az, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, és nekünk nagyon óvatosnak kell lenni, hogy milyen példával állunk elő. Követhető-e az a példa egy 21. századi magyar fiatal számára, amiről mi azt mondjuk, hogy így kellene, hogy éljen. Én nagyon nehéz helyzetben vagyok, amikor engem erre megkérdeznek, mert nem vagyok elég okos hozzá. Tehát az én életem, és mondhatom azt, hogy mi életünk attól volt egyszerű, hogy a társadalmi elvárás és a családban történő elvárás, ez megegyezett. Ez ma nincs meg. Én ugye azért örülök ennek a felvetésnek, mert én éppen ezzel foglalkozok, hogy ma ugye azt mondom, hogy aki falun lakik, de a répát meg a csirkét a boltba veszi pénzen, az városi. Te mindegy, hogy hol lakik. Tehát előbb pénzt kell neki teremteni, és utána abból teremt mindent, az városi, akár falon lakik, akár nem. Tehát a városi embereknek kell egyfajta evolúciós ugrást végrehajtani, ami azért érdekes, mert például a fiúk megerősítése és a szándékos, tudatos megerősítése, a férfi válás útjának a végig tolása korábban ugye természetes úton lezajolhatott, mert mindig kellett fát vágni, minden nap kellett lovat befogni, minden évben kellett disznót vágni többször is. Nem volt kérdés, volt lehetőség és kényszer is arra, hogy ezt ők meg tudjanak erősödni. Én gondolkodtam, hogy milyen példák álltak nekünk történelmileg előttünk arra, hogy voltak-e, akik ezt más körülmények között kellett megoldják, és igen, a mi nemességünk példa arra, ameddig csinálták, voltak olyan nemesi családok, hogy több száz évig képesek voltak arra, hogy az ő gyerekeiknek tényleg nem kellett volna reggel felkelni, hogy kidobják a trágyát, mert volt, aki azt megcsinálja, meg nem kényszerből, hihetetlen, kemény, tudatos, kőkemény iskolákat járattak ki velük, kőkemény nevelőket hoztak oda, kőkemény rendszabályok szerint élték az életüket és gyermekeiket kényszerítették, mert ezáltal erősödtek meg, és amikor ezt föllazították, mindegyik vagy kipusztult, vagy elveszítette mindenét. És ma az a problémánk a városban, hogy majdnem mindannyian úgy élünk, mint a nemesek éltek régen, hogy nem muszáj fölkelni, nem muszáj csinálni, semmi nem muszáj. És mindent csak szándékos, tudatos akarattal lehet megoldani, célul tűzni, megvalósítani, és minden egyes átlagember belekényszerül abba a városi lét ugye ilyen langyába, hogy ő ezt vagy vasmarokkal fogja, vagy szétesik az élete. Jó. Ez a kemény dolog. Jó, de amit mond, most az ellentétben van az, amit Kassai Lajos mondott, mert ugye ez arról szól, hogy van egy állandóság, egy férfi tulajdonság, amit ki kell valahogy nevelni a gyerekekből. Kassai Lajos meg azt mondja, ha jól értettem, hogy ez a férfi tulajdonság, ez nem biztos, hogy ugyanolyan, nem csak, hogy koronként változik, hanem településenként is változ, vagy életmódtól függően változhat. Hogy mire van szükség? Plusz a világ szétesett. Nézzük, tehát ez a világ nincs tovább már. Maga a férfi, tehát az ide születő lélek, a nő, az egy nagyon széles skálán jön ide. Tehát vannak nagyon férfias férfiak, vannak nagyon nőies férfiak, és ez egy borzasztóan széles skála, és ugyanez a helyzet a nőkkel is, hogy vannak nagyon férfias nők, vannak nagyon nőies nők, és ez mindig így volt. Tehát itt semmilyen változás nincs, mert a teremtés ezt így hozza. A lényeg az, hogy a társadalom a potmétert hova tolja.
És itt megjelenik az elvárás, azt mondja, hogy itt én a férfinál szélére tolom a potmétert, mert az elmúlt néhány ezer évben amennyire lehetett a szélére kitolták, mert nekem elsősorban katona kell, és mi határozta meg a férfi képet? A katona. Hát ezt azért lássuk. Tehát nem a nőies férfi irányába mentünk el, nem az empátia irányába mentünk el, hanem bármikor hadba lehessen vinni. Vagy az együttműködő Szent László? Hát hadba lehessen vinni, meg tudja védeni a hazáját, az értékeit, stb. Szélére kitolták a potmétert, a másik pedig az, hogy az életben maradásnak volt egy elképesztő kemény fizikai aspektusa, ami maszkulinná tette ezt az egészet, ami mára megszűnt. De szerintem ez nagyon fontos, hogy egy kicsit ilyen zsákutcába érzem magunkat, ez nincs már ez a világ. De szerintem most itt a nézőknek, meg egyáltalán ennek valami értéke tud lenni ennek a beszélgetésnek, arról kell beszélünk, ami ma van. És szerintem nagyon fontos, hogy azt, ami ma van, azt lehet jobban érteni. Mi tapasztalatunk az, hogy nem csak az egyének járnak ilyen életutakat, hogy minták által meghatározott, és aztán magát keresi, és aztán megtalálja, hanem a kapcsolataink is járnak ilyen életutakat. És ezekben a kapcsolódásokban a minták által meghatározott kapcsolatok, házasságok világa az, ami nagyon komoly válságban van. Dőlnek be egyik a másik után, nem feltétlenül kéne, mint házasságbe dőljenek, de általában túl későn kezdenek a felek hozzá, hogy dolgozzanak rajta. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy egyszerűen túl késő már, és hogy nem lehetetlen menteni, de azzal arányban nehezebb menteni, minél később kezd az ember beszélni a kihívásairól. Mert ugye az első feladat ezen, hogy beszélni a kihívásokról, és ami nagyon fontos ebbe a köztes időszakban, és szerintem ebbe lehetne segíteni, hogy ezt többen értsék ma Magyarországon, hogy ebben a köztes időszakban ez egy szerepcserés világ. Tehát ahogy a minták azért meghatározták, hogy a fiú vagy a férfi milyen férfi, a nő inkább követő, a férfi inkább vezető, a középső időszakban a férfi keresi magát, visszáhúzódik. Kicsit el is bizonytalanodik. A nő meg megmutatja, részben, mert mindig is meg akarta, mert benne volt, mert elnyomva érezte magát, vagy mert áldozta magát a család oltárán, részben, mert rákényszerül, mert esetleg ott marad egy vagy két gyerekkel, és akkor neki most élni kell, meg boldogulni, meg biztonságot teremteni. Tehát a nő egy nagyon férfias üzemmódba vált ebbe a köztes időszakba, ami fontos és normális. Ami nagyon nem mindegy, hogy ez hogy áll elő ez a helyzet. Hogy ezt a szükségszerűen bekövetkező szerepcserét, mert a férfi nőiesedik, a nő férfiesedik, ez úgy áll elő, hogy irdatlan vita összeveszünk, és három gyerek aztán utána egy töredezett családban nő fel, vagy van kellő bölcsességünk ahhoz, a férfinek is ahhoz, hogy visszavonuljon kicsit, és adjon a nőnek teret, és tudja őt emelni, és alá tudjon állni, és a nőnek is arra, hogy megengedje a férfinek azt, hogy neki átmenetileg most idő kell. És aztán utána ezek visszarendeződnek, mi azt látjuk. Tehát, hogy a férfinő szerep klasszikusból egy ilyen szerepcserésen keresztül, ami a tudatos időszak, a tudatos kapcsolatok, házasságok kora, aztán utána a férfi megtalálja magát, és visszatér a férfi, akit a nő mindig is szeretett volna, és a nő is addigra már kikardozta magát az esetek nagy részében, és rájön arra, hogy ő nem feltétlen sikert, meg karriert, meg pénzt akar, hanem sokkal inkább így beérni idézőjelbe egy férfival, aki lenyűgöző. De akkor most kicsit azt is mondja, hogy ugye a férfi akkor lesz érett férfi, amikor a szolgálatra megérett. Igen. Ugye, de itt a nőnél is ugyanezt mondjuk így tulajdonképpen. Így van, tehát ennek ez a paradoxon. Ugye két különböző vélemény van, ugye, és én azért szeretnék ide visszatérni, mert teljesen egyértelmű kapaszkodót ad a városi embernek is az, hogyha férfiként az én férfi dolgom az élet továbbadása, mert egyébként a munkahelyen mindegy, hogy férfi vagyok-e vagy nő, a mai munkahelyeken pláne, ugye? De az életet egy kutya is tovább adja. Bocs, hogy ezzel most ilyen durván vitatkozom, csak hogy az átlag férfinek ez nem lesz elég. Akkor ebbe megyünk bele. Tehát az élet a férfinek a teremtést kell gazdagítani. Az, hogy az életet továbbadtam. Az élet továbbadása az nem a nemzésnek a 15 percéről szól, és nem is arról, hogy lesz gyereket. Ha valaki gyereknek gyereke lesz és hátradőlt, annak vége van. Az életet akkor adtad tovább, hogyha az unokádnak is lesz gyereke. Szerintem az életet... jelenti, hogy olyan mintát kell adnod a férfinői szövetség olyan mintáját, példa. Amit ők is tovább tudják adni, meg ők is tovább tudják adni. De a példa nem lehet csak annyi, hogy gyereket csináltam. A példa az, hogy hasznos életet élek. Abban, amiben te férfinő szövetségben ezt a példát úgy tudod továbbadni, hogy ő is vágyjon és képes legyen továbbadni, és az ő gyereke is vágyjon és képes legyen továbbadni, akkor nem rontottad el, de ha itt elrontod ezt a mintát, akkor az ő gyerekének nem lesz már gyereke, tehát két-három generáció után pusztul ki egy ilyen család. De ehhez példás férfi életet kell éljek, hasznos kell legyen a világban. Vagy csak férfi, az egy más, hogy ugye te... Valószínűleg ugyanarról beszélünk, csak érted, hogy mit te próbálok hozzá tenni? A munkában való kiteljesedés az azért kell, mert dolgozni muszáj, és amit muszáj, jó a szeretet. Nem jó szó a munka, küldetés.
Igen, persze, hivatás, tudom, hogy gondolod, hogy mondjuk de a világszerelőnek is küldetése van, meg de a nem tudom, de miért ne lehetne? Beszélünk, lehet, de ez egy elmélet. Tehát, ez gyakorlat, itt ülünk húsvér valónkban, te is itt vagy, én is. Van. Na látod, Lajoson is érzem. De az összes kasszásnőnek, aki ott ül a... Egy nagyon pici kitérőt tegyünk, jó? Mert itt most egy ilyen kicsit technokrata irányba megyünk el. Hát nézzük meg magát a párkapcsolatot, hogy egy párkapcsolat honnét indul. Hát kétféle indítatás lehet. A nyugati a szerelem felől indul, a keleti meg az együttműködés felől. Ugye ott keleten a szülők megbeszélik azt, hogy ki kihez megy hozzá, és majd összegyalulódnak. Tehát mi lehet ott két fiatal lelkébe, akik nem is ismerik egymást, majd a szülők döntésére egy életre szóló kapcsolatot kell kössenek. A remény a lelkükben, hogy talán megélik a szerelmet. Mi történik nyugaton? A szerelem felől indítunk. Egyik se könnyebb ám. Tehát a szerelem felől, a have some fun-ból, a mozi, az étterem, az üdülések, tehát az egymás elvarázslásából indulunk be a hétköznapokba, és a hétköznapokban jön az együttműködés, és ez az együttműködés nem könnyű dolog. Tehát akárhonnét indulok, hát ha én ezt a keleti modellt nézem, és uram, atyám, az a két lélek vajon a szerelmet megélheti-e, mert a lelkében mindegyikben ott van a vágy erre, de hát ez nem biztos, hogy létrejön. A nyugati modellnél ott van a szerelem, a lángolás, a nagy érzelem, de nem biztos, hogy az élet praktikus oldalát össze tudjuk rakni. És szerintem ezek nagyon fontos aspektusok, hogy lássuk azt, hogy mennyire aládolgozik a Facebook, mennyire aládolgozik gyakorlat az internet ezeknek a hamis képeknek. Tehát hajlamos mindkét nem a másik elvarázslására és egy olyan arcot mutatni, amit mondjuk én szeretnék, vagy esetleg azt gondolom, hogy én a másikat meg tudom nyerni, de hát a hamis képek tömkelegével találkozunk. És ebből a hamis képből, ebből az illúzióból nekem ki kell alakítani egy együttműködést, mert attól a pillanattól kezdve, hogy gyerek van, az bizony egy nagyon komoly gazdasági, az nagyon komoly lelki, az mindenfajta szempontból egy olyan közösség kell, hogy legyen, ami már nagyon komoly felelősséggel tartozik az ide született lélekért. Tehát mindkét irányba megvannak a nehézségek, nekünk ebben a nyugati világban a topzódással kell szembenézni, és hogy ebből a fajta illuzórikus, hamis képekből álló, topzódással induló indítatásból képes vagyok-e bizony én egy komoly együttműködést kialakítani. És azt látjuk, hogy ezek a lángoló szerelmek valami elképesztő gyűlöletté tudnak a vállóperes irodákba átalakulni, ugyanis nem tudták átvinni gyakorlatilag azt a fajta szenvedélyt egy olyan együttműködésé, ami meg tudja alapozni azt, hogy az ide születő lélek számára egy gazdasági környezet tudjon kialakulni. Szerintem ezen a ponton a Szentíráshoz kellene nyúlnunk, szóval hogy vannak ezek a hamis képek, hogy van a topzódás, és mi az, ami ezeket felismerhetővé teszi és leleplezi? Egy picit még azért hagyj nyúljak abba vissza is kapaszkodni Lajosnak a közösség szavába. Mert meg hát igazából erről beszélünk, hogy amikor csak kiemeljük csak egy férfit, meg csak egy nőt, az még igazából nem a világ, még nem az ember. Amikor belehelyezzük egy környezetbe, amiről beszéltetek is, hogy volt régi környezet, de most van környezet, és ahhoz meg az István egyetek egyet, hogy most kell gondolkodni azon, hogy most hogyan élje meg a férfiasságát, a férfi, a nőiességét, a nő. És ezek valóban a viszonyokban működnek, egy közösségben fognak igazán jól működni, ha nem kiemeljük, nem csak az egyént vizsgáljuk, nem csak mindig az én létezik, és itt utána következik az, hogy mennyire tudok alkalmazkodni, és tudok-e alkalmazkodni, akkor szerelmes vagyok, vagy ha nem vagyok szerelmes, akkor is tudok-e alkalmazkodni, és ez is összefügg, és mindegy, hogy városba élek szerintem ebből a szempontból, vagy falun élek, valamelyik jobban segíti, vagy valamiben jobban segít az egyik létet, a másik létet, viszont hogy egymáshoz tudunk-e alkalmazkodni, és tudunk-e egymáson segíteni, nem csak magamat látnom a másikat is, azért, és akkor itt van a Szentírás kérdése, hogy Jézus Krisztus pontosan azt mondja, hogy ez az én parancsom, semmi más nem parancsol Jézus, hanem ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást. Tehát, hogy a viszony az ott legyen, hogy az is a szeretetben benne az elfogadás, benne van az, hogy nem csak én vagyok, nem csak férfiként vagyok, és nem csak nőként vagyok, hanem oda teszem, ami én vagyok,
maga gyengeségemmel vagy erőmmel, mikor mivel, és akkor egymást kiegészítve tudunk igazából előre. Jó. Hogy tudunk most a legjobban mondani. Segíteni, azt, akkor azt beszéljük meg most itt. Városi dolgot szeretnék igen mondani, mert nagyon érdekes az, hogy a ugye, férfi és nő szövetségének az ágyazhat meg, vagy azt tarthatja össze, hogyha annak a szövetségnek van gyümölcse, és annak a gyümölcsnek ők végtelenül tudnak örülni, mert látnak egyfajta gyarapodást, ugye? De a kettejük közös dolgának a gyarapodása, és az, hogy ők együtt dolgoznak, együtt csinálják, de az, hogy ők külön helyen dolgoznak és hazalapátolnak pénzt, az a nulla pont, az a kiinduló pont, ott még nem csináltak semmit. Nem kell ez, de az a nulla. Hogy a pénzt hogyan alakítják át együtt, ugye ez nagyon fontos kérdés, és hogyha a gyümölcsök, nekik a munkahelyi gyümölcseik sokkal édesebbek, sokkal nagyobbak, ami teljesen ettől elvonja őket, és azok a nagy gyümölcsök, amik ott vannak, és az itthonra nem jut idő, mert ugye este 7-kor, 8-kor hazaérnek, addig a gyerekeket ugye 5-ig iskolában bent tartják, hogy dolgozhassanak, utána meg elviszik zongorára, karatéra, focira, hogy csak este 8-kor kelljen hazamenni, és elvárják a tanároktól és az edzőktől, hogy ők faragjanak gyereket, majd elviszik a Lajoshoz táborba, és azt mondják, hogy faragjál te belőle embert, meg mindenkire rápróbálják bízni. Ugye tehát ez, így élünk ma. Nagyon kevés olyan dolog van, aminek ők közösen örülhetnek otthon, alig-alig csinálnak valamit egymás szeme láttára, alig működnek együtt, amiből gyümölcsöző átalakulás valami lenne. Tehát enélkül nem lehet összetartani férfi és nő szövetségét a városban. Tehát a városban a házi munka, az, hogy időben megkapsz, és a gyermekeid, és az, hogy együtt csináljuk, ugyanúgy, mint falun, csak falun ez egész nap megy. Városban meg este 7-től 10-ig van erre kiszabott idő, amit, hogyha sebnyalogatással töltünk, akkor nem lesz olyan gyümölcs, ami összetartsa. Jó, akkor onnan nézzük meg ezt a dolgot, és megadasz volt rögtön, onnan nézzük meg ezt a dolgot, hogy összelapátolják ezt a pénzt, meg van egy anyagi alapfeltétele az életnek, és akkor, hogy mit kezdünk vele, az innen kezdődik akkor a férfi kérdése is, és a nő kérdése is. Igen, és pont ez, amit én nagyon fontosnak érzek, és beszéljünk erről szerintem, hogy az első és legfontosabb, ugye kívásokkal küszködő. Mindenki kívásokkal küzdik végül. Tehát így mondhatjuk, hogy univerzálisan kívásan küzdő házas emberek nézik ezt az adást, vagy egyedülálló emberek, akik talán szeretnének házasok lenni, kívásokkal küzdő emberek nézik ezt a műsort. És a legfontosabb üzenet szerintem tényleg több mint 10 év tapasztalata, hogy el kell kezdeni beszélni a kívásainkról. Nincs más út előre, mint az igaz beszéd. És hogyha ez megy a házastársammal, nagyszerű. Ha megy egy baráttal, nagyszerű. Ha egy pappal tudok beszélni, nagyszerű. Hogyha egy férfi klubba megyek el, az is szuper. Ha a lovasi jászat közben tudok valakivel beszélni, nagyszerű. Teljesen mindegy, de annyira fontos lenne elkezdeni beszélni aki. Tehát most én tényleg ilyen praktikusan szeretnék így ráfokuszálni arra, hogy a modern házasság válságában, ahol szerintem vagyunk, mert a házasság is egy ilyen tékozló fiú történet, hogy élünk valahogy, aztán az egész felborul, és túl kéne élni ezt a poklot, amivé a házasságunk lett, pedig 3 nagyszerű gyerekünk van, és anyagilag jól vagyunk, és boldogtalan vagyok, és még mindig, és nem tudom, hogy mit csináljak, tehát hogy ebben a helyzetben tessék megszólalni. Megtalálni azt, és mindegy mi az, ahol őszinte tudok lenni. Én annak idején álnéven kezdtem egy fórumba, ráadásul egy társkereső, egy internetes társkereső fórumába írni. Nekem a változásom, meg ez a kvázi segítői, vagy szakértői karrierem, vagy már lelkivezető szint, ami mostanában, amivé én lettem, az úgy kezdődött, hogy elkezdtem őszintén beszélni. Mert bajban volt. Mert annyira feszített, és nem volt elég alázatom, hogy segítséget kérjek, hanem én egy társkeresőbe kezdtem írni, azzal a szándékkal, hogy egyébként imponáljak nőknek, ez volt a motiváció. Egy társkereső formában álnéven. De a lényeg a beszéd. Tehát, hogy találj egy olyan teret, ez tanács bárkinek, találjanak az emberek olyan helyet, felületet, ahol te így meg tudsz nyílni. Ha ez egy napló magánya, még az is jobb, mint ha magába tartja az ember. És legjobb nyilván a párunkkal beszélni. Az igazság szabaddá tesz. Ugye idézhetnénk ezt a mondatot Pál valamelyik leveléből, ugye? Talán abból a Szentírásból. Igen. Az igaz beszéd gyógyít, mert nem áll meg a sötétség az igazsággal szemben. Az igazság az bevilágít, és minél bátrabban, minél több dologról tudunk beszélni, annál tisztább lesz az, hogy mi is a helyzet. Mert ugye alapvetően a válságaink oka, én ezt látom, hogy nem jól értjük a helyzetet. Nagy kérdés az, hogy vakvezető világtalan ebben a dologban, ugye, mert nagyon sok beszélgetésben vagyok én is, amelyikben egyáltalán senki nem tud tanácsot adni a másiknak. De lényeg nem az, hogy vezessük egymást, a lényeg az igaz beszéd. Hát igen. Ha sikerül igaz módon... Évek, tudod, és akkor... De ugye... én azt látom, hogy az igazság, ha tudok igaz módon szólni, másokba is az igazságot mozdítja meg, tehát nem okoskodással fognak reagálni, hanem releváns tapasztalatokkal, hogyha van nekik releváns tapasztalat. Jó, rendben, férfiként ki tudjuk-e mondani a gyengeségeink?
gyengeségeinket, szembesülni tudunk-e a gyengeségeinkre. Ugye a férfi az az itteni hagyományok szerint az kemény, az nem mondja, az nem mutatja kifelé a gyengeségeit. Nincs könnye, és nincs problémája. Ő áll a vártán. A férfi világ az egy hierarchikus világ, tehát mi úgy működünk, leültetnek 8-10 férfit, és mindenki elkezdi mondani a történeteit, hogy amikor a BMW kulcsot kiejtettem a helikopterből, és amikor a Gyurcsány Viktorral elutaztunk Rómába, és mindenki mond mindenféle történetet, és ennek az a lényege, hogy mindenki belövi magát a többiekhez képest, hogy ő hol van, és amikor ez a hierarchia, láthatatlan hierarchia, mindenki elhelyezi saját magát, akkor azok elkezdhetek dolgozni, addig nem. Addig megy ez. Leginkább a munkában. Bocsánat, közel, de ez egy kicsit ilyen ovis játék, nem? Nem de játék, ez egy tudatalatti működési módja a férfiaknak. Mert a hierarchia a rend. És a leginkább és a munkában. Hát a hierarchia az eredeti jelentés, ez is azt hiszem szent rend, ugye? Ez a hierarchia. De ugye ott az van, hogy minél több gyengeségemet árulom el egy közös dologba, annál inkább visszaélnek majd vele. Mindenki, ahogy helyezkedik, mindenki visszaél, és ha elárulok egy gyengeségemet, a következő sarkon belebökik az oldalamba, egy munkahelyi, meg ilyen környezetbe. Tehát ha a férfiak olyan helyet találnak, ahol nincsen ilyen fajta érdekkonfliktus, akkor imádnak megnyílni. Az egyfajta ilyen safe space, de egyébként meg ösztönösen nem nyílnak meg azért, mert tudják, hogy az előbb-utóbb nem lesz jó. Tehát az ő útjait, az ő helyezkedését rombolni fogja, mert egyfajta általános versengés van a férfiak között, így tudat alatt. Ez nem jó, nem rossz, ez ilyen, valószínűleg ezt el kell fogadni. Jó, de hol van ilyen közösség? Igen? Picit térjünk vissza ez a dologhoz, mert ez nagyon lényeges, ez a mondat, hogy egy férfi tudja kimutatni a gyengeségeit. Én 30 éves voltam, amikor ezzel a szófordulattal először találkoztam. Valószínű, hogy a társadalom alacsonyabb régióiban, ahol én leledzem, lejutott ez a mondat, mert addig én ilyet nem hallottam, hogy egy férfi mutassa ki a gyengeségeit. Feltehetően ez egy gyenge férfi számára jó eső érzés lehet. De azért ne ebből induljunk ki. Tehát most bocsánatot kérek, itt vagyunk a 21. században. Ilyen jólét soha nem volt. Tehát most mi történhet? Tehát, hogyha én élem a hétköznapi életemet, mert bocsássam, miféle kihívások elé néz egy férfi, ahol komolyabb erőfeszítéseket kellene tenni. Most miről beszélünk? Tehát nincsenek háborúk, nincsenek megpróbáltatások. Élünk egy olyan életet, ami a királyoknak nem adatott meg néhány száz évvel ezelőtt. Hát bele tudja magát élni kinizsi életébe valaki, hogy aznak milyen komfortzónája volt annak az embernek, és ma hogy élünk, hogy királyok milyen komfortzónába éltek akkor. Hát Mátyás királynak mindenvalóban kellett menni. Most meg jövünk azzal, hogy egy férfi mutassa ki, de tessék meg elmesélni nekem, hogy mik ezek a fájdalmak, mik ezek a szenvedések, amin egy 21. századi férfi elmegy, amitől el kell, hogy érzékenyüljünk. Hát szerintem most Jós Istvánhoz kell. Jó. Én kíváncsian várom ezt. Tényleg így gyakorlatból tudok hosszú listát mondani a karrierkudarcokról, a fel nem vállalt álmokról, a gyáva megfutamodásokról, a bűnös kívánságokról, amit fiatal nők iránt férfiak tudnak érezni, az elhidegülés, a szégyen, a rákiabáltam, rossz apa voltam, dühös vagyok, tehát hogy tele van az átlag férfi olyan dolgokról, ami neki fáj. És ez valószínűleg mindig is így volt az emberiség története során, de most ez egy nagyon fontos volna, vagy nagyon fontos akadálya az átlag férfiaknak. Na, tehát máshonnan kezdem. Én azt látom, hogy az embernek ahhoz, hogy tényleg így helyére kerüljön a teremtés, meg kell békélni a tökéletlenségével. És ez csak úgy megy, ha beszélek róla. Így tudom ezt egyszerűen mondani. Nem az a lényeg, hogy itt mindenki siránkozzon, hogy nekem milyen rossz, hanem az, hogy fel tudjam vállalni, hogy igen, tökéletlen vagyok. Tehát amellé, ami a social pózok világa. Igen, csúszunk el. Tehát az észrevehető, amikor az abroncsok megmozdulnak, a dongák kilazulnak, és ott a tartalom elkezd kifolyni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy miről beszéltem, szerelem, együttműködés, projekciók vannak. Tehát az, hogy mit projektálok a férfiről, mit projektálok a nőről, a plakáton hogy jelenik meg a nő, a televízióban hogy jelenik meg a nő, a Facebookon hogy jelenik meg a nő, minten nagyon tárgyasítva van, nagyon tárgyasítva van, és egy könnyen megszerezhető valami. A férfi hogy jelenik meg? Tehát a férfi projekciója a 21. században nem a családapa, nem a család fönntartó, hanem az a csávó, aki
jó szállodákba el tudja vinni, akinek kocsija van, tehát honnét indulunk? A projekcióból indulunk. És azért mondtam, hogy itt van a nehézség, hogy ebből a projekcióból átemelni abba a fajta valóságba, ami az együttműködés és a család fönntartása. Tehát ez a, azokon a felületeken, ami az interneten elérhető, ezek a projekciók egyre inkább térnek el a valóságtól. Nézzük meg a sminkelési technikákat, minden arra utal, hogy valamit én az az ember vagyok, aki a te vágyaidat ki tudja elégíteni. Én nem az az ember vagyok, akivel együtt tudsz működni. Én nem az az ember vagyok, aki stabilitást hoz az életedbe. Én az az ember vagyok, aki a vágyaidat kielégíti. Legyen férfi, legyen nő. Most itt van a azért nézzék, tehát mi tudunk beszélni erről a dologról, mert mi még éltünk egy olyan korszakba, aminek nem ez volt a hat. Ott is volt projekció, az kommunizmusnak hívták, ne is menjünk ebbe a dologba bele. A traktoron ülő baboskendős nő, mindenféle őrületek voltak, de azok is projekciók voltak. De ez a fajta projekció, ami van, nekik ez természetes. Ő ezt azért nem látja, mert ebbe született bele. Ő azt hiszi, hogy ez a természetes, hogy nekem virítanom kell, nekem valami pozíciót fel kell venni, nekem valamit mutatni kell. Én a vágyait kielégítésére vagyok ebben a világban. És ugye amikor itt mi családról beszélünk, és arról beszélünk, hogy itt bizony férfi-nő kapcsolatoknak meg kell jönni, képesek-e ezt a virítást, ezt a projekciót transformálni egyfajta együttműködésre. Képesek, a segítünk. Muszáj segítsünk egymásnak. Jó, képesek, a segítünk, és ez a végszó most. Elnézést kérek ezért, de befejeződött a műsor. Még el se kezdtük. Igen, de azért abban maradjunk, hogy itt mi mégiscsak ebben a műsorban az együttműködő férfiakról beszéltünk, a szolgáló férfiakról és a családok apákról beszéltünk. Nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő műsorában a kereszténység és a könnyű zene kapcsolatáról lesz majd szó. Kollégáim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!